Jó napot kívánok! Pihenj! Nagy József tűzoltó ezredes köszöntötte a sorakozó csapatokat a megyei sportversenyen. Nyíregyházáról, Nyírbátorból, Kisvárdáról és Mátészalkáról érkeztek a hivatásos tűzoltók a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei megmérettetésre. A tét nagy, a nyertes csapat képviseli majd megyénket augusztus végén az országos versenyen. A mátészalkai csapat tagjai elmondásuk szerint jókedvel és felkészülve érkeztek péntek délelőtt Nyíregyházára. A mi szakmánkban fontos a mindennapok munkája során az erőnlét, és a sportversenyeken ezzel akarjuk bizonyítani, hogy igen, fel vagyunk készülve egy-egy káreseteknél a beavatkozásra, illetve nem utolsó sorban csapatépítő ereje is van ennek a rendezvényeknek. A megye tűzoltói itt összejönnek, nem csak káreseteknél, hanem itt a sportversenyen is együtt tudunk lenni, kötetlenül tudunk beszélgetni, illetve így jobban megismerjük egymást. Gyerünk, Csabi, gyerünk! Ez a Csabi, húzza! Húzza! Ugolj nagyot! Jó! A tűzoltó sport már több mint 100 éves múltra tekint vissza. Az elmúlt évtizedekben nem volt adott minden feltétel és pálya elem a lebonyolításhoz. Most azonban sikerült megszervezni a versenyt. Péntek délelőtt összesen 32-en mérték össze állóképességüket a küllaposi raktárbázisnál. Van csapat összetett, illetve egyéni kategória. Csapatversenyben a klasszikus kis motorfecskendőszerelés, illetve egy 4x100 méteres váltófutás van. Egyéni kategóriában pedig egy 100 méteres akadálypályát kell legyőzni a résztvevőversenyzőknek. A megmérettetésen elhangzott, a versenyszámok nehezek, de a tűzoltók nap mint nap hasonló feladatokkal néznek szembe egy riasztás során.